Sziasztok, horgásztársok! Itt vagyunk most a Zoli barátommal a Nagykálói horgászvizen. A nevem János, itt vagyunk a harmadik napja, ugye? Nagyon szép környezet, kellemes, komfortos házikunk van. Rendelkezésünkre áll csónak, hűtő, mikró. Szóval minden, ami kell, megvan. A halaknak a kapás kedvük egy kicsit alacsonyabb szinten van, mint mi szerettük volna. Eddig 3 nap alatt 9 pontyot fogtunk, a legkisebb az 8 kilós volt, a legnagyobb az 21 kilós. Ami a csalikat illeti, arról talán egy pár szót Zoltán barátom szól. Hát 3 fajta csalival készültünk, egy M1-es frankfurti kolbász ízesítéssel, akkor eperjékrém ízesítéssel, és egy Squid and Octopus bojlival. Ami érdekesség, hogy a gyümölcsös nem igazán húzta, legfőképpen fluor pop-up, egy fél fluor pop-up és egy fél M1-es ízesítési csalival tudtunk csak halat fogni. Hát... Ennyi, igen. A halak nagyon sportosan küzdenek, kimondottan sok erejük van, ez... nekünk ez nagyon bevált. Inkább éjszaka fogtuk a halakat, ami érdekes, és nagyon szépen küzdenek, még egyszer mondom, érdemes ide jönni. Közben volt egy kapás, bólyázásról szólsz valamit? Hát a bólyázás annyit, hogy 3 bólyát helyeztem el, egyet az előttünk található 2 sziget közé egy olyan 60 méterre, itt a vízmélység olyan 1 méter 60 centi, a második bólyát a sziget sarkához egy olyan 70 méterre helyeztem el, itt a vízmélység már 1 méter 70, és a harmadik bólyát pedig a zsilip tövéhez egy olyan 130 méterre. Itt a vízmélység olyan 1 méter 70, 1 méter 80 centi, innen ugyanis friss víz érkezik a tóba, és gondoltunk arra, hogy talán itt a friss vízhez jobban megérkeznek a halak, jobban mozognak, és ami még a bólyázással kapcsolatban, hogy medeltörést és vastag iszap réteget nem találtunk, kemény agyagos az ajzat. És a következő filmkockákat pedig a kifogott halakról nektek ajánljuk. És horgászunk, mert horgászni jó. A nyurgat, de nagyon erős. Nem is nyurgat. Mivel fogtad a halat, János? Nem egyesel, amit te készítettél. Meg pop-up. Talán a mai éjszakán ez a legkisebb? Vagy nem? Két nap kapástalanság után ez az 5. hal, hát nem is rossz. Nézd meg, ez alig van egy pár kilós. Figyeled a hal? Közelíts rá a halra. Nézd meg, látod, nem nagy. Már kifáradt szegény. Tudjuk a matracra. Halat vegyed, ne engem.
köpcös kis ponty. Így van. Szép. Mennyit mutat, látod? Uh-huh. Mennyi? Tizenötöt mutat. Jó, nem fényképezzük, hogy fényképezzük? A mérleg 15 kilót mutatott, de az esőben agyonáztatott matrac súlya 4 kiló. Hoppá! Jó. Még nem látom a halat. Jó. Szuper. Na most adjál neki egy kis vizet. Borítsd előre, borítsd. Elengedéskor megvárjuk, hogy a hal magához térjen, és úgy engedjük vissza. Oké. Jó, szuper. Jó van. Gyönyörű. Pofikája. Szép, gyönyörű, pikkelyes. Letesszük. Ó. És mérés következik. Jó, mehet lassan. Szép. Szabadság. Szép időpár!